A program Zöldi Sándor klubfejlesztési mentor köszöntőjével vette kezdetét, majd Szepesi Tibor karcagváros polgármestere, a karcagi ESE alelnöke köszöntőjét és tájékoztatóját hallgathatták meg a megjelentek a sportegyesület infrastruktúrális fejlesztéseiről. Sikerült az elmúlt időszakban is előteremteni, nyilván ehhez nagyon sok pályázati, önkormányzati és állami forrást is kellett, hogy igénybe vegyünk. Gondolom nem titok egyik egyesületnél sem, hogy a legnagyobb lehetőség ebben a TAO forrásoknak a megszerzése és azoknak az észszerű felhasználása, illetve nyilván az önkormányzat és az önkormányzat intézményeivel való együttműködés. Nem mindegy, hogy kitartja fönt a létesítményt, nem mindegy, hogy ehhez az önkormányzat milyen támogatást ad, vagy vállal át gyakorlatilag az egyesülettől. Nem csak az én polgármesterségem alatt, hanem már azt megelőzően is egy nagyon jó rendszert sikerült felépíteni, hiszen azokat a létesítményeket, amelyeket az egyesület használ, ezeket ingyen használhatja a Karcagi Sportegyesület, nem csak a labdarúgó szakosztály, hanem minden más szakosztályunk is. Ha ezt önkormányzati támogatásnak veszük és forintosítjuk, akkor egy jelentős támogatásnak minősül ez az egyesület életében. Úgyhogy ennek is köszönhetjük azt, hogy igazából azokat a megszerzett TAO forrásokat elsősorban és szinte kizárólag a szakmai munkára tudjuk fordítani. Ugye ez jelentette egy óriási előrelépést 2011-ben. Akkor kezdtük el azt a fajta munkát, amit gondolom Pisti már többször elmondta különböző fórumokon, hogy elsősorban az utánpótlás nevelés az, amelyet mi szeretnénk megvalósítani a településen. Erre van lehetőségünk első körben, hiszen általános iskolák, nyilván óvodák, most már ugye az új rendszerben, óvodák, általános iskola és három középiskola működik a településen. Tehát az a korosztály, az a 6 évestől a 18 éves korig az, amelyet tudunk mozgatni. Persze ahhoz szükség van a 18 év fölötti labdarúgóknak is a foglalkoztatására, nyilván a megfelelő korosztályú 19-21, illetve a felnőtt csapatnál, de mivel a főiskolai oktatás, tehát a felsőfokú oktatás nincs a településen, ezért nyilván azok a játékosok, akik ebben az irányban gondolkodnak, elhagyják a települést. Aztán persze várjuk nyilván önkormányzatként is azt, hogy végzett szakemberekként majd visszajönnek a településre, és itt képzelik el a jövőjüket, akár a munkakörök betöltésével, akár mondjuk ha a sport területét nézzük. Ilyen szempontból ugye azok a labdarúgó edzők, akik most jelenleg az egyesületnél működnek, ezt az utat járták végig, elmentek, elvégezték a főiskolai képzést, majd, hogy nem 60-70%-ban testnevelő végzettséget szereztek, és visszajöttek hozzánk edzőként dolgozni. Őt követte Orosz István, a karcagi utánpótlás szakosztály szakmai vezetője, a NAB koordinátora. A szakmai vezető elmondta, hogy mivel a Magyar Labdarúgó Szövetség 11 körzetközpontja közé tartozik a város is, ezért most került arra sor, hogy a havonként megrendezésre kerülő tanácskozásra itt helyben Karcagon kerülhessen sor. Az MLS által, mivel mi körzetközpont vagyunk, így minden hónapban 11 egyesület tartozik Zöldi Sándor MLS mentor alá, 11 körzetközpont, és minden hónapban egy körzetközpont be szokott mutatkozni, bemutatja az egyesület felépítését, szakmai munkáját, és most ebben a hónapban mi következtünk, mi adunk úgymond helyet és ennek a rendezvénynek, és mi fogunk most bemutatkozni. Pesi Tibor polgármester úr be fogja mutatni úgymond az infrastruktúrai fejlesztéseket a sport területén, utána én fogom bemutatni az egyesületet, mint a labdarúgás felépítése filozófiája szerint, és utána pedig úgymond egy neves szakembert, aki külföldről jött, Svédországból jött, aki a Svéd Szövetségben dolgozik, Milinkoffer György, ő fogja bemutatni a Svédország labdarúgásnak az utánpótlásának a felépítését, és ők hogyan dolgoznak. A továbbiakban a szakmai vezető a 10 évvel ezelőtt megváltozott hazai labdarúgás helyzetéről, a fejlődésről, valamint az elkövetkezendő évek várhatóan pozitív előrelépéseiről beszélt. A szakmai nap zárásaként bemutató edzésekre került sor az U8-U9 csapatoknak.